Add kérünk, hogy az így megismert igazságot életünkben meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Úrnak Istenünknek. Valóban méltó igazságos, élő és üdvös, hogy minden időben magasztaljuk Urunk téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halálba lett a tökéletes áldozat, üdvösségünkért felajánlva égett önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagy világ örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Ezért fiat halálának és feltámadásának ünnepét ünnepelve felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és a üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön el a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szívedet, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápákkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítő parancsára, én is Isteni tanítása szerint, én imádkozom. Thank you.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a lényből az új életben, Krisztus, a mi Urunk által. Nagyon köszönjük minden segítőnknek, hogy ilyen szépen sikerülhetett a múlt heti első áldozási szentmise. Az első áldozási fényképek már elérhetőek a honlapunkon, a www.plebánia.hu honlapon keresztül bárki letöltheti magának az első áldozási fényképeket. Májusban minden hétköznap 17:30-tól elénekeljük a litániát, csütörtökön 5 órától szentségimádás, szombaton pedig rózsafüzén is lesz. Május 20-án, jövő hét szombaton a hitvanosok a Sziklatemplomba kirándulnak. Szabolcs atya, a házfőnök fogad majd minket, aki megismertet a templom történetével, a pálos lelk értékeivel. Szombaton reggel 8-kor gyülekezünk itt a templom előtt. Dél és 1 óra között fogunk várhatóan visszaérkezni, és semmi más nem szükséges ehhez az úthoz, csak 2 darab vonal, jegy vagy bérlet. További információkat Csekély Tóth Eszter nyitottatóktól kaphatunk. Jövő vasárnap a Vekerlei Székely Kapunapok programjai keretében nekünk is lesznek programjai, játszóház, kézműves foglalkozás, kenyérosztás. Délután 2-től 6-ig várjuk az érdeklődőket a téren, a plébánia sárkánál. Ahogy hirdettük, ma és jövő vasárnap lehetőséget biztosítunk a munkatársaink segítségével, hogy az első fél évi egyházközségi hozzájárulást itt a szentmiség után befizethessék. Ez a hozzájárulás önkéntes, tetszőleges mértékű és köszönetmérten. A rövid evangéliumi szakaszban, melyet ma felolvastunk, 6 alkalommal szerepel a hit szó, vagy ennek valamilyen ragozott formája. Nem véletlen van ez. Nem véletlen, hogy éppen akkor érkezett el Jézus az utolsó vacsorán ahhoz, hogy ennyire hangsúlyozza ennek a fontosságát. Mert a hit képes arra, hogy áthidaljon a szakadékokat. Persze, majd talán innen fogjuk folytatni, ez egy olyan híd, ami nincs kész. A lábunk alatt épül, lépésről lépésre. Ha megállunk a szakadék szélén, félni kezdünk attól, hogy belezuhanunk, de ha ezzel a hittel elindulunk, ahogy lépünk, a lábunk alatt épült a híd. Mindig csak annyit, amennyit lépünk. Ez benne a félelmetes és a hátrányzókató. De Jézus mindezeket tudva mondja az övéinek, ettől még ne legyetek nyugtalanok, mert ez így teljesen rendben van. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békében. Istenem.